Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 18-ára. A mai napon a kommunikáció nagyon fontos, mert most megvan arra a lehetőség, hogy beszéljünk egymással, hogy tisztázódjon valami, hogy kimond a véleményedet, vagy figyelj oda, mások mit közölnek veled. Itt megvan most a harmónia, megvan ez a lehetőség. Akár a munkahelyet illetően ott valamit rendezni, vagy a családi kapcsolatokat illetően beszélni egymással. Persze ez kihat a párkapcsolatra is, hiszen most megvan arra a lehetőség, hogy érzelmekről beszéljünk, hogy legyen kapcsolat, meg legyen ez a kommunikáció. Azért fontos 18-án ez a beszélgetés, mert ezek a lehetőségek, hiszen 19-én nagyon nehéz valamit tisztázni, mert mások nem figyelnek oda arra, amit te közölsz, vagy mások közölnek veled valamit, és nem érted meg azt, hogy mit akarnak tőled, minden olyan átláthatatlan lesz. És ez ahhoz vezet, hogy vagy nem lesz beszélgetés, vagy nem látod át a dolgokat, vagy mások félreértik azt, amit te mondasz, és ez nézeteltérésekhez vezethet. Ez lesz november 19-én. Tehát, ha valami sürgős, vagy valami fontosat szeretnél valakivel közölni, akkor azt tedd meg november 18-án. Itt nem csak beszélgetésekről van szó, hanem bizonyos tárgyalásokról, vagy szerződésekről. Ennek az aláírása előnyös november 18-án. 19-én ez nehézségeket válthat ki. Nem kell elsietni a dolgokat, de azért ügyelj az időpontra, mikor, melyik helyen kell lenni, melyik időpont alkalmas valamire és segít a továbbiakban, és most ezen a napon, november 18-án egy előnyös szerződésről van szó, jó beszélgetésekről van szó, tehát éljünk ezekkel a lehetőségekkel. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az élet tudását, bölcsességét jelenti. Itt van három irány, három energiai mező. Vata dósa jelenti a mozgást. Pita dósa jelenti a változásokat. Kapha dósa az jelenti a biztonságot. Ha megtekintem a napi horoszkópot az indiai számítás szerint november 18-ára, Szaturnusz bolygóig, mert ezek a személyes bolygók, a tűz elemében van a hold, és ez a pita dósához tartozik, tehát itt lesznek változások, megújulások, és a hold energiájáról van szó. Vagy az édesanyáról, vagy anyai érzelmekről, vagy általánosságban ez az energia kihat az érzelmekre. Mivel itt változásokról van szó, el kell hagyni a negatív érzelmeket, a félelmeket, vagy a bizonytalanságokat, és áttérni a pozitív érzelmekre, hiszen ez a változás. Itt vannak a megújulások. A pozitív érzelmeket kell figyelembe venni, ez a bizalom, a hit, a szeretet, az életöröm, az életerő.
A Föld elemében van Mars bolygó és Szaturnusz bolygó. Mars bolygó utal a férfiakra. Szaturnusz bolygó kihat a sors útunkra. A férfiaknál most nagyon fontos a biztonság érzete. De az is lehet, hogy ők még valamit fogva akarnak tartani, és emiatt vannak még korlátozások. A víz elemében van a Nap, Merkur bolygó, Vénusz bolygó és egy visszafele haladó Jupiter bolygó. A Nap megvilágít valamit, a víz eleménél érzelmekről van szó. Merkur bolygó segít egymással beszélni, Vénusz bolygó kihat a szerelemre vagy utal ránk, hölgyekre, Jupiter bolygó szerencsét hoz, de Jupiter bolygó hajlamos arra, hogy eltúlozzon valamit. Itt fékezni kell kicsit a dolgokat, különösen, ha érzelmekről van szó, hiszen mindez a víz elemében van, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. A víz eleme kihat a kafadósára, amikor kell a biztonság érzete, vagy kell valamit kiépíteni. A víz eleme kihat a pitadósára is, és ez jelenti a változásokat, a megújulásokat. És ez kihat ránk, hölgyekre, hiszen itt van Vénusz bolygó, és segít abban, hogy tisztázzunk egymással valamit, hiszen Merkur bolygó jelenti a beszélgetéseket, a Nap megvilágít bizonyos témákat, és Jupiter bolygó adja hozzá a lehetőségeket. A levegő elemében nincs bolygó. A levegő eleme jelenteni a vatadósát, és az a mozgás. Hiányzik a mozgás. Ha így energiailag keresed az egyensúlyt, akkor hiányzik a mozgás, tedd ezt meg. Ehhez elég az is, ha kicsit kimész sétálni, ez a mozgás segít abban, hogy meglegyen a belső egyensúly. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.